Sziasztok, Bán Vike vagyok. Körülbelül két hónappal ezelőtt az Ati hívott fel először ezzel a ajánlattal, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt az egészet, óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy rám gondoltak először. Volt bennem egy egészséges izgalom, hogy tudom ezt a szintet hozni, amit az Ati diktál, illetve amit az Ati hoz a mixi mellett az autóban. De mellett egy óriási motiváció volt, én egész életemben ezért versenyeztem, hogy ilyen körülmények között és egy ilyen gyors pilóta mellett tudjak menni. Úgyhogy mindenképpen egy nagyon pozitív dolognak élem meg, hogy rám esett a választás, úgymond, és úgy érzem, hogy jól fogunk tudni együtt dolgozni most ebből a pár pillanatban, amit eddig eltűntöttünk az autóba. 30, bal egy picit bukkal. Jobb 11 padló, vél, hogy nagyon szopik, majd 30 a bekötőig, az egyenesen, majd a hútra sima balból a sima jobb végét átfékezett. Majd 50-re, a jobb 32 véget szűk, majd 20 jobb 43 vizes a bekötőtől. Jó, egy hónappal ezelőtt megkaptam az összes belső felvételüket, arról szépen otthon megcsináltam az itinert. Beraktam a fülest a fülembe, és az Ati hangja alapján írtam föl az itinereket, ami abban is nagyon segített, hogy hallottam, hogy az Ati hogy hangsúlyoz, mit mond egybe, hogyan próbálja ezt az egészet visszaadni, és próbáltam mindenképpen azt a ritmust és azt a fajta technikát, illetve azt a fajta navigálást csinálni, ahogy az Ati csinálja ezt. Úgy érzem, hogy eddig egész jól sikerült, mixi elmondása szerint is így volt, úgyhogy nagyon izgatottan várom a továbbiakat. Viszonylag egy szűk pályán teszteltünk, nem feltétlenül ilyen maga Rómának a verseny összetétele, de összességben végig tudtunk gyorsulni, és az autó tökéletesen működik, az abroncs jó, a beállítás jó, úgyhogy igazából, és ami nagyon fontos nyilván, hogy a Vityával is nagyon hamar megtaláltuk szerintem a közös nevezőt, vagy hangnemet, teljes mértékben jól tudunk működni együtt, aminek nagyon örülök. Nyilván átfogalmazódtak az év elején a célok azért, hiszen egy nagyon nagy anyagi részt vettünk ki az évi büdzséből, illetve nyilván Attinak is itt a félig meddig elvesztése, és most erről az egy-két versenyről kimaradása azért ez nem jött jókor. Nagyon nehéz lesz, próbálok ehhez mérten versenyezni, és picit másképp versenyezni, de összességében én nem tudok ettől sem gyorsabban, sem lassabban menni. Így vagyok szerintem, úgymond csomós mixi, nem tudom egyszerűen a fele tempót menni, nyilván nem szeretném feszegetni, szóval mindenképp célba szeretnénk érni, de én úgy gondolom, hogy nagyon jól felkészültünk, és már nagyon várom azt, hogy visszaszámoljanak.
túl megcsináltuk az éjszakai szuper speciált, egy picit szívás volt nekünk, hiszen volt egy baleset az EB mezőny elejébe, és csúszás volt emiatt, úgyhogy nekünk már lámpafénnyel vagy fénylámpával kellett menni, úgymond. Úgyhogy ezt a rajtoltatást megint nem nagyon értettük, hogy miért tettek ennyire hátra, de mindegy, megcsináltuk, abszolváltuk. A lényeg úgyis a mai szombati nap, illetve az első kör. Szeretnénk mindenképp célba érni a komplet versenyen, úgyhogy megpróbáljunk belerázódni itt az első körbe, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Nekem nagyon tetszett ez a parádé, hogy felvonultottak végig a városon, iszonyat élveztem, nagyon jó hangulata volt. Hát azt a gyorsaságit azért annyira nem nevezem gyorsaságinak, de túl kellett lenni rajta. A lényeg az ma jön, én úgy gondolom, hogy jól fölkészültünk, az első körbe jól bele kell rázódnunk, és akkor jól végig fogjuk csinálni, nekem ez a tervem. Egész kiengedelés 30, a sima bal az padló lesz, ez a szép, és 150, a vége a jobb három a kék guminál, negyedik gáz. Most megyünk a második körnek a második gyorsaságjára, a 32 kilométeresre. És megnézzük a fiúkat kívülről. Én már nem néztem, szerintem. Hát több mint egy éve nem láttam kívülről autóversenyt úgy igaziból. Egy Eger Rallyre jutottunk el egy másodosztályra tavaly Erikővel. És most ezt nagyon várom, mert már nagyon rég volt ilyen. Főleg... Hát várj, miért te vezetsz? Te mindig itt a jobb egybe szoktál ülni, hogy... Hát mert nem bízom bennetek. Ezért, csak emiatt. Akkor még szemerén merültél be? Ezért nem ülök most be. Na jó, ezt nem vágjuk be. De vagy? Azért, hogy tudjunk kamerázni, tudjunk beszélgetni. Nehogy már kimaradjak a csapatfilmből. Nagyjából egyébként ugyanazok a feladatok, csak nem navigálok. Tehát ugyanazokat csináltam meg most is, ugyanúgy a felkészülés ugyanúgy zajlott, még a pályák feldolgozásában is. Tudtam annyival segíteni, hogy a tavalyi itinereket odaadtam, meg a tavalyi koordinátákat ugyanúgy összeszeregettem, aztán átküldtem nekik mindent. Úgyhogy kvázi annyival van egyszerűbb feladatom, hogy a melegben most nem ülök benne a versenyautóban. Nem pótoltatni szerettem volna magamat, hanem én azt szerettem volna. Erre a versenyre, vagy talán egy, maximum egy pár versenyre, ugye most már Veszprémről is szó van. Alapvetően szerintem itt Vityának nem engem kell utánozni, nem az én dolgomat kell elvégezni, vagy az én feladatomat kell elvégezni, hanem egy Vityát kell hozni. Én azt gondolom, hogy Vitya egy nagyon-nagyon jó navigátor. Szeretem, ahogy navigál, meg emberileg is mi nagyon-nagyon jóba vagyunk, és én bízom benne, hogy sőt, már bizonyította is, hogy jól csinálja a dolgát. Én egy kicsit lehet, hogy ezzel most arra is vágyom, hogy már ugye túl régóta megyünk Mixivel együtt, olyan, mint egy házasság, ezt tudod, hogy egy kicsit, hogyha megfrissíted, utána sokkal szebb tud lenni. És most konkrétan szerintem Vityától is, hogy kap impulzusokat, egy kicsit más lesz az egész. Emiatt bízom benne, hogy még komplexebb versenyző lesz belőle. Vityára meg úgy esett a választás, hogy én nem is tudom, hogy sokat nem gondolkoztam igazán, mert az elsők között volt, akiket felhívtam, és örömmel vállalta a feladatot, úgyhogy én nagyon örülök neki egyébként, mert mondom, emberileg mi tök jóban vagyunk, tök sokat dumálunk a hétköznapokban. A navigálását azt én nagyon szeretem, aztán most itt pont az első kör utáni szervizben átbeszéltük, hogy miket kell majd módosítani, egy picit mix úgy kapkod, kicsit jobban belejti a kanyarokba az autót, ugyanúgy, mint ahogy a Kanárin is, akkor is én próbáltam neki elmondani, aztán valamelyest úgy több-kevesebb sikerrel úgy próbált úgy cselekedni, hogy tényleg nem erőltette, tudod, a gumit nem nyújtotta el, nem turatta nagyon az elejét. Aztán most pont ugyanebben a hibába esett bele a 32 kilométeres gyorsan, és akkor mondja Vitya, hogy igazából elmondta neki, hogy ugyanazokat, amiket én is elmondtam volna. És érdekes módon a harmadik gyorsra az ember kisimult. Úgyhogy nagyon várom, vagy nagyon ezt várom igazán tőlük, hogy egy kicsit úgy
más impulzus kapjon, és hát ha még ezzel még jobb versenyző tud majd lenni, vagy még jobb eredményeket tudnak majd így elérni. Mert szerintem egyébként, hogyha itt végig tudnak menni hibamentesen, akkor hiába az erős mezőny, meg a szoros mezőny, szerintem nagyon jó eredménnyel fogják zárni a versenyt. Mikor lesz újra Mixi Atté? Alapvetően annyiban maradtunk Mixivel. Mostanában nem sikerült túl sokat beszélgetni, mindenkinek rengeteg volt a feladata, elfoglaltsága, hogy Róma után visszatérünk rá. És most ugye ez tolódik egy héttel, mert hogy Veszprém Rallyn is elindulnak. Hoppá, bocsi, majdnem kiugrottunk a tetőn. Én azt gondolom, hogy Veszprém után leülünk és átbeszéljük. Egyrészt engem érdekel az majd, hogy őket hogy érinti. Wow, nagyon nekünk jött 2R5-ös. Őket hogy érinti ez, hogy ők együtt dolgoznak, tehát tényleg mi lesz ebből az egész csomagból, mert az is lehet, hogy annyira egymásra találnak, hogy egyszerűen jobb lesz, mint velem. És én akkor emelt fővel ezt el tudom fogadni, mert ez nem szégyen szerintem. Úgyhogy abszolút benne van szerintem a pakliba az is, hogy már nem lesz Mixi Ati, de azért alapvetően nyilván én nagyon büszke vagyok arra, amit eddig elértünk, meg szeretem ezt a csomagot, és szeretnék is, wow, nagyon erős a gép, szeretnék is még majd versenyezni. Veszprém után meglátjuk, mindent átbeszélünk, meglátjuk az ő érzéseiket, a Mix érzéseit, meglátom az én érzésemet, megvizsgálom majd magamat kívülről, mint egy pszichológus, és akkor utána majd döntünk valahogy. Nem dobál lefelé, nagy fék, jobb 44 az alja, és 20, jobb 3 lehet buszos. Majd 50 célba vagyunk. Ott az is nyomod is ott a cél. Mert ez volt a Mixi Sztály papám. Fasza volt, jaj. Hogy? Fasza volt. 27-9. Azért mondom. Majdnem 10-re jöttünk jobb. Azért mondom, hogy ez volt a Mixi Sztály. Szép volt. Sajnos a mai második kör első gyorsági szakaszán volt egy defektünk, amit már pályabejáráskor is megbeszéltem saját magamban, hogy kérdéses lehet, de addig tök jól adta, tisztán tudtunk menni. Az első körrel nem nagyon voltam megelégedve, és a második körrel sem igazából. Így magamban is próbáltam minél jobban tisztában autózni, nem erőltetni, és addig tök jól adta. Volt egy ilyen kréteszit, hogy letegyem etőre vagy sem. Behúztam, aztán nyilván a következő 100 jobbat elág vagy derékszögbe már éreztem, és ledurrant egy az egy bagumi. Sajnálom, az egyik gyorsági lehetett volna szerintem top 3-as, top 5-ös idő. De alapvetően szerintem jó nap volt. Az a baj, hogy egyszerűen annyira gyors az eleje, hogy nagyon kezdem elfogadni, hogy valószínűleg nem leszek, vagy nem leszünk Európa bajnokok, vagy nem fog tudni az elejével versenyezni. Tényleg be kell látni, hogy így munka mellett, meg minden mellett egyszerűen ez így nem szól, hogy nyilván a paddon, akinek ez az élete, hazamegy Új-Zélandra, még ott is közben versenyzik, aztán visszarepül Európában, megy egy olasz futamot, utána lejön az, hogy egyszerűen ez csak így lehet, rengeteg kilométer és versenyzés kellene hozzá, és az meg rengeteg idő, energia, meg ugye. Ezért nem maradt fel? Nem, persze nem. Meg alapvetően a saját korlátaimon belül, meg saját határaimon belül élveztem nagyon a mai napot is. Ha a magyar mezőny itt lenne, biztosan más lenne, vagy azért azt gondolom, hogy egyébként gyorsan megyünk, meg nyilván Vitya is ezt mondja, hogy óriási a tempó, ő elképzelni nem tudta, hogy így lehet menni egy erőtös autóval, csak mikor lejössz és még egyet, kettőt, hármat kapsz ilyen rövideken, az is olyan nehéz elfogadni, a hosszú ez a 20-25, az meg végképp nagyon sok nekem, egyszerűen nem látom át, az a bajom, hogy mivel tudnám ezt ledolgozni, vagy hogyan. Egyszerűen, de az a baj, hogy amit a Pirelli mellett most próbáltam, vagy bíztam benne, hogy az nagyon sokat hozzá fog tenni jelen pillanatban, nem tudtam átvinni az útra a tapadást, nyilván nem a gumi a hibája,
csak hogy vagy beállítás, vagy vezetési stílus, de valami most nem volt oké ezeken ahhoz, hogy gyorsokat. Összességében azt mondom, hogy nagyon élveztük, nagyon élveztem, Mix is, én is. Az első kör után fölmértük, hogy mit kéne máshogy csinálni, hogy hol maradhatnak benne. Igazából a hosszú gyors volt az, ahol jobban elmaradtunk a többiektől. Megtaláltuk a módját, hogy mitől tudnánk gyorsabban menni ott, hogy mi az a technika, amivel tudnánk gyorsabban menni a lassú kanyarokba. Ezt a második körre tök jól is tudtuk hozni, az első gyorsaságén egyből érződött a különbség, a lendületkülönbség, szó szerint tudtuk vinni a lendületünket tovább, egész a defektig, de szerencsére ebből kifolyólag nem töltött el szerintem egyikünket se rossz érzés a defekt, mert rátaláltunk a jó útra, és nagyon jó érzés volt ülni az autóba. Ezt a következő gyorsan is tudtuk hozni, nem egész vég a 32 kilométeren, de azt mondom, hogy nagyjából a felébe tudtuk, a másik felébe nem. Viszont ez nagyon fárasztó volt, nagyon kihúzott engem is, és a Mixit is. Mixit azért jobban, mert ő azért tekergeti a kormány, meghúzogatja azt a kartot. Szóval összességében nagyon pozitívan értékelem, én nekem nagyon nagy élmény volt vele menni, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, nagyon jól megértjük egymást az autóban, én úgy gondolom, és szakmailag is nagyon jól össze tudtuk rakni a dolgokat, úgyhogy nekem egy nagy boldogság most ez az egész, hogy itt vagyunk. Tudjuk, hogy nincs ha ebbe a sportba, de én úgy gondolom, hogy teljesen partiba vagyunk ott az elejével. Nagyon kicsik az időkülönbségek, az első kettő között van egy kicsit, vagy az első kettő van kicsit távolabb, de amikor mész egy nyolcadik időt, akkor a hatodik is két másodpercre, vagy a második is, bocsánat, két másodpercre van. Úgyhogy igazából szerintem nincs okunk panaszra, én úgy gondolom. Lefelé átvág, még egy jobban derékszög, megyünk ki a szélesre. Ügyes vagy eddig, 150. Jobb 25, még a derékszög a bal kerítésnél az ötös része. Majd hetfelet megyünk felfelé, és a bal 44, szűk harmadikkal, majd 20. Egyszer picit a beállítással nem volt a legmegfelelőbb, folyamatosan túrta a kocsi az órát, és folyamatosan a kigyorsításoknál bele-bele kellett fékezni. Ezáltal a fék is elmelegedett eléggé a gyors végére, úgyhogy alapvetően azért voltak egy pici problémák, de összességében nyilván a mezőnyhöz képest tényleg azt gondolom, amikor egy Ukyanuk 15-20. Időket tud menni, annyira szoros most a mezőny, és annyira ügyes pilóták vannak, nyilván az elejében ez a 3-5 olasz az extra gyors itthon, de azon kívül az EB-be is ugye rengeteg olyan ügyes ember van, és mondjuk most ezen a hosszú gyorsági és a paddonnal majdnem, hogy egált megyünk, egy-két másodpercet kapunk 30 kilométeren, nyilván ezt 5-6 évvel ezelőtt abszolút nem gondoltam volna, amikor őt néztük a világbajnokságon, úgyhogy ő is nyilván külön oda jött, gratulált, tök jó érzések ezek. It's part of the game, congratulations to you that you come back here. Erre, amikor 93 ez gyerekkoromban elkezdtem, vagyis megfertőzöttem az első meccsekre, akkor nem nagyon gondoltam volna, hogy egyszer így az élmezőnybe fog menni az ember ilyen eredménnyel, meg egy ilyen power stage 8-10 második. Én nem tudom, tényleg csak így keresi az ember a szavakat. Hiába azért mentem már EB-n én is, de ez most valami más volt. Szóval megélni ezt, hogy egy ilyen tempóval közlekedni, és hát nem tudom, nagyon-nagyon nagy élmény volt. És örülök neki tényleg nagyon, itt is megköszönöm az Attinak és a Mixinek, hogy rám gondoltak, és hogy megkaptam ezt a lehetőséget. Remélem, hogy bebizonyítottam vele, hogy tudtam vele élni, úgymond, és nem vallottam szégyent, és jó helyettes voltam egy darabig.
Úgyhogy tényleg nagyon örülök neki, és nagyon boldog vagyok most. Volt olyan, hogy megremegett a hangod, vagy a kezedben az itinert? Nem, mert amikor ott ül az autóban az ember, akkor erre nem gondol. Persze minden gyors előtt, inkább tegnap volt bennem egy egészséges félelem, hogy jól vissza tudom-e adni azt. Azért az nagyon föl volt adva a mérce, hogy mit kell hozni ebben az autóban, főleg ennél a tempónál. A hangom az most remegett meg a Power Stage végén, hogy beértünk, megláttam az időt, és akkor tényleg megremegtem. Egy kicsit ilyenért szoktam én érzékeny lenni, szóval volt már többször ilyen egy ilyen nagyobb eredménynél otthon is, meg amikor Petivel mentem a rangával a Kanári ott is, hát mindig így azért elpityergi magát az ember, szóval hát úgy gondolom, hogy ezért csináljuk ezt a sportot, én szívből, lélekből csinálom, és ezért a pillanatokért csinálja az ember, meg ezt akarja megélni belőle. Ez jó volt, Vigyázat? Nagyon jó volt. Ügyes voltál, Mixi, gratulálok. Köszönöm szépen az élmény. Javítottunk. Kurva jó vagy, baszd meg. Köszönöm, hogy itt lehettem. Én azt gondolom, hogy szerencsések vagyunk abban a helyzetben, hogy a tavalyi pályák voltak nagy részt, így azért tudtam mindig picit, hogy hol vagyunk és a támpontokkal beírva. De összességében szerintem nagyon jól végezte a feladatát. Nyilván ezt majd ő elmondja, szerintem meg kellett szokni nyilván ezt a tempót neki. Azt azért hangsúlyozta elég sokszor a hétvégén, meg láttam rajta, hogy ahogy a tesztet megcsináltuk és elkezdtük, ott már mondta, hogy hú, azért ez gyors lesz, és akkor még mondtam, hogy azért ez nem az a tempó. Utána, amikor a kvalit elkezdtük, és ott azon a dobálós részen, ugye, ahol László Martin is sajnos beesett, végig lemész padlón, akkor úgy láttam rajta, hogy fú, ez iszonyat kemény, és ugye már a második péntek, vagy szombat-vasárnap megszokta nagyjából ezt a tempót, de most is azt mondta itt a végén, hogy ez iszonyat gyors igazából. Úgyhogy neki kellett egy picit a tempót megszokni, de összességében nem volt sehol lemaradva, minden időbe jött az információ, úgyhogy szerintem tök jól összerakta ő is a hétvégét, úgyhogy tényleg köszönöm neki, hogy beugrott és kisegített, aztán nem tudom, hogy hogyan tovább, de majd nyilván meglátjuk. Bravo, Mixi! On the last stage, very fast. Én úgy gondolom, hogy most már úgy megszoktam a tempóját, azért be kell vallanom, hogy a teszten az első nap, amikor úgy beütem, akkor olyan volt, hogy hú, bazd meg, már elnézést, hogy ezt én hogy fogom lekövetni. Szóval nagyon, meg még úgy az első nap is úgy sokszor azt éreztem, hogy kíváncsi vagyok a belső, kicsit futok magam után, hogy nem tudok olyan nyugodtan navigálni, vagy azzal maga biztossággal. Mára ez átalakult, mert mára teljesen megszoktam azt a tempót, és megszoktam azt a ritmust, amit ilyenkor kell. Pont az Attival beszéltük is, hogy van egy-két helyen még volt a hosszú gyorsan, amikor azt érzem, hogy kicsit talán lekéstem, de nem tudom, kíváncsi vagyok a belsőre, mert azért egy révai nagy leszikon oda van írva minden kanyar mellé, és hogy a kanyart bemondja az ember, csak mire végigér azon a kis litánián, ami oda van írva, addigra fölnézés, akkor érünk oda. Szóval most nem tudom, ő azt mondja, hogy nem volt vele probléma egyáltalán, de ugye az Attival is sokat beszélgettem, mert neki is sokszor azt mondta, hogy ez a félelme úgymond, vagy ettől tart, és hát ja, meg kell néznem majd, és akkor jobbat tudom. Szia! Tegle a kalappal előttünk, mi állatok vagyunk. Iszonyat kurva jót csinálta a csávó. Ezt majd vágjátok ki. Azért, mert itt van mellettem Enikő, és ezt most pont nem láttam. De látta, és nézd meg a fejét, hogy annyi wow. Nem veszem el pedig. Jó néz ki amúgy. Le a kalappal a srácok előtt, Vaszi. Pont ezt vártam egyébként, vagy erre számítottam, hogy ez egy tök jó kis csomag lesz. Szerintem a Viktor szenzációs navigátor, amúgy is most tényleg szegnyalás félretéve, hogy én tökre erre vártam, és ezt vártam az egésztől, ami most van, hogy talán életük egyik legjobb LB eredményét elérik. Nézd, kiszállok az meg, érted? Megcsinálják a legjobb eredményét a csapatnak, úgyhogy megvan a szűk keresztmetszet azért, érted? Nincs benne egy kis egészséges irítség emiatt? Nyilván van, persze, autóversenyző vagyok, én azt gondolom, hogy... De ezt az eredményt, bocsánat, miközben szók, ezt épített föl ilyenre, hogy ez most így legyen, érted? Szóval... Ebben pont nem sok minden részem volt. Nem ebbe, de az elmúlt 8 évben viszont kurva sok részed volt, hogy ide jutottatok, szóval... Nyilván ami van. Nem kevés. Persze, tehát a jó eredményt azt mindig irigli az ember is. És persze így meg, hogy tűz közelben, hogy így basszus, de jó lett volna bennülni. De én eldöntöttem, hogy itt az elkövetkező egy-két versenyen mi az irányom, csapaton belül is, meg úgy az élettel is, és én ezt tartom magamat is. Persze, nagyon szép lenne itt állni, és jó lenne, hogyha az én nevem lenne az autón, vagy akár úgy gurulnánk át a céldobogón, de abszolút nem rossz érzés. Sőt, majdnem
már is írtam. De azt azért hozzá kell tenni, hogy nekem nagyon fontos volt, hogy Zati itt legyen, amikor ez az egész így két hónappal ezelőtt felhívott Zati, és mondta nekem ezt a lehetőséget. Én már akkor mondtam neki, hogy én szeretném, hogyha itt lenne, mert nekem is egy megnyugvás lenne, és rengeteget segített nekem a verseny alatt, mint a verseny lebonyolítása, mi, hogy merre, mindig küldt az infokat, mindig a kérdésem volt, egyből számíthattam el, szóval nekem nagyon fontos volt, hogy itt volt, és ezt így tudtuk együtt végigcsinálni, és szerintem ez a sport szépsége, hogy ezt így tudtuk megcsinálni így együtt. Szóval tényleg, hogyha nem lett volna itt, azért nehezebb lett volna nekem is a dolgom sokkal, nekem adott ez egy ilyen kis lelki megnyugvást, hogy itt van és számíthatok rá, szóval tényleg. Tényleg nem bíztam benne, hogy ilyen hibamentesen végigcsinálja. Oké, hogy Mityu azt mondja, hogy ő bízott benne. Én azért kis félsz volt bennem, hogy ezt így, ezt a 200 kilométert, nagy közel 200 kilométert ezt így kibírja. Most egy kicsit ez egy full új autó volt, ismeretlen volt. Próbáltuk itt a fogyasztást is belőni, benzint, a tankolást. Úgyhogy kicsit azt mondom, hogy én jobban stresszeltem, mint Mityu. Én meg papulra büszke vagyok, mert az autó még működik. Hát, én azért mondom, hogy volt bennem egy fél, tehát hogy ez ilyen szinten hibátlanul fog működni, ezt nem gondoltam. Én szerintem, hogy a teszten is probléma, és azt végigcsinálja a kocsi, elmileg utána sem lehet baj. Most nagyon jó. Féltem tőle. Hát én nem fogja tudni megcsinálni, nem tudom. Próbáltam 3 napig tartani a lelket, de szerintem magára is talált, úgyhogy nem kellett. Ugye azért kavarogtak benne ott a Kanály-szigetek, mert a domboldalból, hogy nem biztos, hogy folytatni kell ezt tovább, de ilyenkor, amikor beülünk és tudok ilyen gyorsan menni, és jól érzem magam, akkor nyilván mindig az hajt, hogy fú, de jó érzés ennyire gyorsan menni, és imádok igazából. És most is azt beszéltük végig a Vityával, hogy nem érzünk ebben kockázatot, szóval helyén volt a dolog, nem kockáztattunk, nem volt túlfeszítve, és nyilván igen, szeretném itt is megköszönni ugye a közönségnek, meg a gyűjtésnek, hogy igazából nyilván nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Úgy gondolom, hogy mi is mindig próbálunk rengeteget adni, és most tényleg visszakaptuk ezt nagyjából egybe, és nagyon-nagyon köszönöm azt, hogy ennyien mellettünk álltak és ennyien támogattak. Bízom benne, hogy egy-két embert szemében is a bizalmat vissza tudtam szerezni, hogy végig tudunk csinálni egy versenyt hiba nélkül. Mindenképp az volt a fő cél, és tényleg az, hogy egy kicsit a csapatot is, meg mindenkibe visszajön az önbizalom, a motiváció, és úgy gondolom, hogy ezután a második kör után ugye egy 30 km-es gyorsságot végig tudunk úgy csinálni, hogy 2-3 másodpercen belül vagyunk, meg most is ezt a powert, előtte is már jól sikerült. Én azt gondolom, hogy összességében a verseny végére megérkeztünk az élmezőnyhez. Azt mondom végszóra, hogy megérte. Thomas Bann, kapi ungherese, che è stata is tudod. Igen? Ja, nem mondod. Ja, hogy ez kamera! Fuji water, but it's very good. That's a little bit fancy. Figyelj, ezért! Ez az. Azt hiszik, hogy valami zöld övezeti nyaralásban vagytok be ezek. Most jöttetek le a gyorsról. Most végül strandoltunk egyet benne az autóban, mert van benne egy nagy medence, csak ki belül a ruhába. Ott túszkálunk. Egy szauna és egyből egy csupi medence is egyben. Menet nevet írni fogni, enni. De van feladat.
Vigyázzon a hosszú! Köszönöm a játékot!